Na, üdvözlök mindenkit! Ismét jelentkezem egy új kis ökörködős videóval. Az ökörködés jelenlegi választottja nem más, mint a mindenki által az év legrosszabb játéka díjra jelölt Fallout 76, amit én csak FOS 76-nak szoktam rövidíteni. Hát, az a cél, hogy ökörködjünk egy kicsit, meg közben megmutassam, hogy valójában tényleg milyen jó ez a játék. Persze útközben amit tudok felszenek, meg amit tudok lelövök. Szóval így. Amúgy is akartam, nem szeretem, ha kapok egy küldetést egy olyan dologhoz, amit amúgy is megcsinálok. Francba. És most? Kiváló minőségű Fallout 76 loading képernyő csak ezen a csatornán, nem menjenek máshova. De ki lő? Dude olyan erővel pumpálta a cuccmákot, hogy ott maradt a keze. Nagyon nagy odaadásra próbálta letuszkolni, valószínűleg akkorát gittelt, hogy ásó kellett volna hozzá. Komposzt, na tudod ki a komposzt, gyere csak ide! Aljukat fúrok vele, hogy aztán... Hú, azzal csak ki lehet menni. Esküszöm, itt dumál valahol a csávesz. Gyere csak, szétszerellek öcsém, nem rak össze többé senki. Azt mondja rám, hogy komposzt. Szevasz, Roger, hogy vagy? Nem láttál itt egy hülyeségeket beszélő robotot? Aludj csak, gondolom fáradt vagy. Kell ez a párna? Jó van, másik, oké, jó van, megyek a francba. Láttad a bobékat kint az előtt? Jó van, megyek a picsába, ne haragudj. Aludjál csak. Hola! Rico Rodriguez. Na menj a... Érted? Itt fekszik. És mit van benne a szekrényben? Egy üres üveg. Tehát most valaki... Próbálj meg megmagyarázni, hogy ezek csontvázak nem élnek és nem isszák meg a sört. Itt a második bizonyíték. Elviszem a kajáját. Ennyi. Tolvajokat is többre értékel, mint a csontikat. Hallod, megisszák az emberről a sört. De tényleg, ezt nem hiszem el. Akkor most előbb itt fent összetakarítunk, mindenféle gonosz nagyszájú robotokat fogunk szétszerelni. Ez most vicc. Annak tűnt. Ezt a szobát azt hiszem gondosan kifosztottam az előbb. Tud, már nagyon hullak, alig várom, hogy szétlőhesselek. Megvagy. Bye bye! Rico Rodriguez. Hola! Bármikor szétszerelek bármilyen robotot. Összeszerelni mondjuk nem tudom. Na. Telefon. Abban amúgy vannak kis csavarok, az azért hasznos. Ez mi? Ja, az a kiváló minőségű grafika. Igen, Todd bácsi azt is mondta, hogy a szemünk, szánk, bármilyen egyéb elállható testrészünk is el fog állni. Megnyaljuk a 10 lábújunkat is, hogy annyira jó lesz a grafika. Ezt teszem hozzá, hogy Ultra. PC-n 1080p-ben. Minden úgy néz ki. Ő.
Mondjuk a likőrt nem tudom miért kell dekantálni, a bort még csak-csak oda néz bourbon. Aztán mondtam, hogy nem alkoholista a karakterem, ugye? Akkor most nem lesz alkoholista, különben is nehéz a pia. Bár az erőt ad, hogyha megiszom. Mert erős lesz tőle az ember, de okos nem. Akartok látni adrenalin pumpáló? Ó, tök jó. Adrenalin pumpáló hacker action-t? Oké. Aki azt mondta, hogy igen, ez most készüljön fel, hogy milyen jó lesz. Most van 4 próbálkozási lehetőségem, hogy ezek közül a szavak közül kiválasszam, hogy melyik az. Ez az első próbálkozásom az volt, és egyetlen egy betű sem szerepel benne. Ebbe 2? Na most a BA, az AC vagy a CK? Na mit mondtak? Kész. Nulla. Jó volt hekkelni, köszi csók. Oh. Csináljuk úgy, mint a profi hekkerek. Másik irány. Ezért kellett volna... kaptam 10 atomot. Mi ez a technika, de azért ellopom. Szóval, ha kihekkeltem volna ezt a faszom, elnézést, tényleg. Szóval ezt a terminált, akkor tudtam volna kinyitni ezt a cuccot, de én ki tudom nyitni anélkül is. Tehát az iskolában, ahol én hekkelni tanultam, ott úgy látszik, hogy másképpen szerették volna megoldani ezt velem, megoldatni. Én is a WC mellé lejtve szoktam tartani a Radixet. És megkíváncsiskodjuk, hogy itt Roger mit csinál. Roger 3. Koszos hamutál, fúj! Roger. Ja, fekvőtámaszozni akart, ezt megunta, aztán belealudt. És meg? Ő himringyó lett? Hát csak a szokásos. Ez a sztori a játéknak, hogy találtok néha feljegyzéseket, amit vagy meg lehet hallgatni, vagy pedig van itt egy ilyen cetli, ahol elmondják, hogy Józsi, menjünk át a Pistáékhoz, nekik több babkonzervük van. És azzal sokkal jobban kibírjuk, és ha oda mentek, akkor természetesen Roger és kisbarátai ott is fekvőtámaszoznak, megisszák a sört. Pedig ott, ha tudták volna, hogy ezek itt mind a gonosz csontik lesznek ott helyettük. Na jó, mégis elviszem. Ez a grafika. Ultra. Inkább ultra derma, hogy nézem. Rico Rodriguez telerakta a zsebeit, és most megy a vérbe. Ja, tetőt ígértem magunknak, ugye? Úgyhogy megint elképesztően izgalmas tötőképernyő action. Csak ezen a csatornán maradjanak velünk. Közben iszok egy kis teát. Még mindig töltőképernyő action. Igen, amikor befelé jöttünk, rövidebb volt, de most be kell tölteni ezt a hatalmas térképet. Amúgy tényleg sokkal nagyobb, mint a Fallout 4 év volt. Hola! Lángos, essél már szét. Na.
nem beszélgetünk, szétesünk. Érted már megint? Mindig jövök valahol és egy... Csonti kiitta azt a vízautomatát. Komolyan mondom, Bethesdánál nagyon perverzek ezek az emberek, hogy mindig ezeket az iszákos csontikat rakják. Jó, persze ki lehetnek száradva, nagyon megértem. De akkor is. A sört ne igyam el meg. Csináljátok úgy, mint a kommandósok. Szóródjatok szét. Ez sokkal jobb volt. Már ez legalább ugyanarról szólt. Na jó, menjünk tovább. Látom, ezen a tetőn ennyi csodám volt. Egy iszákos csonti. Sok közül. Már nevet se tudok kitalálni nekik. Lehet, hogy átállok a magyar nevekre. Már akkor mindegyik Béla lesz, figyeljétek meg. Na, az üvegház hatás. Hola! Nekem nagyobb szükségem van itt a dolgokra, mint neked, te robot. Amúgy is ezt mondanám. Nincs más védekezésem, azon kívül, hogy szeretem őket lelőni. Lassan rákínálnom a szupermutira, mert nincs lőszer. Na jó, viccelek. Úszomjan halok, most mi lesz? Ittam is ez a jó kis leves, ezt is én főztem ám. Nagyon jól tudok főzni. Így né. Hú, ez itt a nagy kerti törpe összeesküvés lehetett. Kék nem akart fizetni, és a piros megdádázta, csak erre jártam, és most így gyorsan mozdulatlanná dermed. Biztos vagyok benne, hogy ez így történt. Figyeljétek meg, ha visszajövünk, más pózba lesz. De én nem akarok visszajönni. Azt is szemmel tartom. Aki ismeri, azt mondhatta volna, hogy de rajmi, ez nem Battlefieldet. Konkrétan a Battlefield 5-ben van ilyen, hogy végigkerget a pályán a világító szemű kerti törpe. Azt nagyon sok fertilizer van, nem tudom mi... Fuss el! A másik helyen van egy piros ruhás, aki megver mindenkit. Fuss el! Ja, mindjárt elmegyek, és akkor nem nézek, és akkor el tudsz futni. De menekülj! A védelmi csoki talérjaidat el fogja venni. Mint egy jó csöves, belenéztem az összes kukába, ami volt. És ne nézz hátra, van mögötted egy rózsaszín flamingó. Csak figyelmeztetésképpen. Tupitu, pitu. Még ott van. Ups. Mivel ilyen szuper jó ninja vagyok, ninjább vagyok ninjánál is, csak kevesebb a nézőm, mint neki. Fel se tűnt nekik, hogy én erre vagyok. Ó, ipari mennyiségű ragacs. Nagyon jó. Konkrétan már arról fognak észrevenni, hogy a födém nem bír el, halljátok.
Aló, elhoztam nektek Jesu Krisztust. Kicsit drámaira sikerült, nem? Egy hollywoodi filmben nem haldoklanak ilyen sokáig. Ó, az annyira jó lenne, de tényleg már lassan mozdulni se tudok. Bloodpack-et elteszem, hát a vámpír leszek. Ezt már jó ki kell vágni, mert akkorát tüsszentettem, hogy még mindig fáj. Lehet, hogy tüsszentek még egyet. Köszönöm, köszönöm. És Mopsi kalandjai folytatódnak most éppen ő. Lopakodó vadász. Maradjatok csöndbe. Nem tudom, mire vadászok. Felrágódva. Ó, gondosan azért lőttem el, hogy megijesszem. És hol van? Nem mondod, hogy beleesett valami lyukba. Mellé. Hola! Van nála egy kis fogkrém. Du-du-du. Igen, igen, kihasznált mindenkit, ezt is csak az XP miatt csináltam. Hogy nem volt valahol egy halomdöglött ferágú, de... Aluminium canister. Leveszítsd el a fejed. De még volt valahol, nem? Nagyon romantikus, romantikus lehetett csont. Ó, tehát értem már, miért van kiszáradva a csónító. Hát itt egy csonti már megint. Ez elképesztő. Miközben itt volt egy flakon víz, amúgy azt valahogy sikerült nem meginnia. Lehet, hogy időbe érkeztem. Tehát ide jön és kiissza a csónítót. Nagyon romantikus, itt lehetne csinálni egy jó ízét. Kempet, de nem. Még ellenállunk. Már este van. Nem, mint World of Warcraft-ban, aki én a vaníliába. Honnan tudtad, hogy este van, fölnéztél, és sötét volt a skybox. Fény az mindig pont olyan volt, mint nappal lett volna. Mit mond a róka? És két róka? És három róka? Ezt, hogy húzzak itt a picsába. Szia, karak! Egész Vuk család itt van. De ott az úttest, én miért a kihívott, nem is tó, ez gyakorlatilag egy folyót kihívott a csonti gyerekek. Szíke.
Legalább nem rádióaktív víz. Viszlát! Ez még ideig lebegett, csodálatos, hát nem mikor lelőttem. Úgy agyon lőttem, hogy elfelejtette, hogy meghalt. Ennyi. És kecskének álcázom magam, hogy azok a robotok ne vegyenek észre. Fogyott az AP-m, mert annyira tele vagyok, mint a déli busz. Ez nem rossz ez a hasznos kis anyag. Plusz 3 perc, plusz 3 agility, plusz 15 sneaketekre, 5 percre. Jó, van purified water-em, mi? Bocsánat az egérért. De ezt a menüt másképp nem lehet amúgy használni, az annyira csudás. Ja, szedtem fel kutya húst, az a kedvencem, azt meg megettem. Meg egy jó kis ötradér, belefér szerintetek? Jó kis csótány hús. Meg az leves megesszük, mielőtt rossz lesz. És most megyünk is tovább. Nem sikerült felrúgni a földröt, értitek? De jó, elszórakoztattam magam. Kaká! Ezt hogy tudtam elvéteni? És ez? És ez? Mibe esett el? A saját lábába. Most jöttem rá a megfejtésre. Nem mondod. Sose láttam még egészből összerakott Giddy a Buttercupot. Egyé csak! Semmi izgalmas nem volt, azon kívül, hogy mindentek ott is van. Na most! Azaz! Meg a Rambó, szuper mosi! Az is! És most tudom klémelni azt a cuccot, bár nem fogom. Lendőrség! Fejeket szét, lábakat zsebre. Holá! Romlott hús van benne, meg a bőre, meg némi nyers trágya. Nagyon szép. És komoly olló van nálad. És nem is a keze az. Na jó, akkor innen folytatódnak mopszi kalandjai. Folytatjuk a
csodálatos kempkeresést, hogy le tudjak rakni legalább néhány cuccot magamról, hogy ne fáradjon mindig ki a karakterem, miközben végig googolja az utat. Ott esküszöm, mozog valami. A növényzet. Hogy fog dübörögni alattam a híd? Ó, ez a híres kihívott patak. Ja, jó van, akkor tudom, hol vagyok. Még jó, hogy nem a nagyobb folyóhoz ment ez a csonti. Kisebb ökológiai katasztrófát okozott volna. Ja, már amúgy is megtette. Ezt egy csöppet síralmasnak érzem. Se villám, semmi. Még flash akartam lenni. Így maximum flash a csodakutya lehetek. Wow, 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 wow. Van budi. Hú. Itt kérem, ez felső polcos action. Csak ezen a csatornán. Elnézést. Ez ki? Ki zajong itt, amikor én itt vagyok? És nekem kéne. Milyen szép a víz. Mint egy hatalmas alufólia. A tetején megúszik valami gemba. Messziről impozánsnak tűnt az hajó. Csak hátranézek, hogy nehogy jöjjön a hátunk mögött a piros kerti törpe. Ó, láttátok, amit én látok? A szájharmonika öl, lerobbantja a végtagjaidat, és csak a mellcsontodat adja meg. Na, lássuk. Hát nem tudom, hogy fogok tudni oda fölmenni. Nem tud ekkorát ugrani ez a szerencsétlen karakter. Mégis ott... Ismét egy új bizonyíték arra, tehát én teljesen önkéntelenül dokumentálom ezeket a dolgokat nektek. A csontvázak mindent kiisznak. Itt egy csomó üres sörös üveg. És itt egy csontváz, tehát értitek a párhuzamot, de tényleg elképesztő, és kiitták az összeset. Valaki már megelőzött. De hogy mennyi sört megittak, undorító, hogy nem hagytak egyet se. Kettes szép, nem tudom kinyitni. Egy pöttyet morci vagyok emiatt. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Csak csendben. Éppen radioaktív csótánynak adászok. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi.
adjunk ki olyan hangot, mint egy másik radioaktív csótány, és akkor előjön. Hé Béla! Hoztam csokit. Nem vette be. Vagy traktornak átszázta magát. Vagy vaknak. Holá! Egy pöppet undorítóak vagytok. Milyen finom vacsora lesz belőletek. Azaz. Kéne egy jó rálátás, és akkor elintézném. Ennél rosszabb ellenfél a világon nincs. És beszpónoltak a temetőbe a sírok. Az engine zseniális. Tehát ez a legnagyobb. Ez is maximumra van húzva a láthatóság, hogy az objektumok minél jobban látszódjanak, és amint láttátok, ez nem igaz. Na menj a francba. Kicsit megkerültek. Hát itt pár flakon vapét elfújtam volna. És hogy a szúnyogban hol volt 6 darab 10 mm-es lövedék, azt ne kérdezzétek. Esetleg Radix vagy Repeszakna. Valaki teniszezik. Jó erőset ütnek. Holá? Hát abszolút nem bugos. Ez a Szent Szárasság temploma. Nézd, ott az üres bögre, valószínűleg ide jöttek. Megegyeztek abban, hogy kiisszák a világon az összes folyadékot. Ott is egy üres pohár, tehát tényleg az mi. Ott is van egy majom. Ez nagyon creepy, úgyhogy ott az áll. Lehet, hogy a rokona piros kerti törpének? Ez tök jó, ez a Willis Jeep. Ilyen nem volt a korábbi játékban, főleg ilyen jó minőségű textúrával. Értem, majom. Szemmel tartunk ám. Golfozik, kérem szépen. Bocsánat, és ide akarja ütni. Szerintem ő is csak azért nem csinálja, mert itt vagyok.
Elnézést, uram, folytassa csak nyugodtan, én megyek máshova fosztogatni. Ennyi fékeveszett izgalom után én mára be is fejezem szerintem ezt a felvételt. Nem tudom, mennyire lesz jó, mennyire lesz használható, de ha tetszett, dobjatok egy lájkot. És akkor csinálok még, folytatok egy kis mopszi ökörködést itt a Fallout 76 világában. Úgyhogy sziasztok, pápá!